Hello, srácok! Na, sorry, így a facecam minőség miatt, csak igazából viszonylag kevés időm van, meg elég hulla is vagyok, de az igazság az, hogy akartam csinálni egy videót erről a játékról, amiben most nemrég futottam bele. Amúgy szerintem nem is régen jött ki, szerintem ilyen mint egy hete kb. Legalábbis amiket látok videókat így fölpakolva, így kb. Egy hete, nem tudom mikor jelent meg, de most nemrég. Az a címe, hogy Bodycam. Ez egy ilyen, hát nem mondanám taktikai FPS-nek, mert igazából szerintem azok komolyabban össze vannak rakva ilyen taktikai szempontból, tehát sokkal több túl van, meg ilyesmi. Bár hozzá kell tennem, hogy nekem ez az első ilyen játék, ugye én nem vagyok nagy FPS játékos, sőt nagyon kicsi FPS játékos vagyok, mert ugye mostanában elkezdtem játszani a Hunt-tal, hát mostanában az azt jelenti, hogy mint egy éve körülbelül. Én előtte nem játszottam FPS játékokkal, abszolút a Drumnak köszönhető, hogy így valamilyen szinten beléptem ebbe a világba, de egyébként tényleg nagyon az elején vagyok ennek az egésznek. Nekem azért az elmúlt 30 évben így kimaradtak ezek a dolgok. Abszolút nem izgatott, meg nem fogott meg a Hunt volt az első így az utóbbi időben, ami tényleg így bejött. Az viszont nagyon. De ugye mivel kinyílt ez a kapu, ezért így elkezdtem nézegetni ebbe az irányba is. Erről a játékról, erről a Bodycamről már láttam YouTube videót. Volt egyébként valami ilyen teszt, ahova lehetett csatlakozni, és elvileg akkor már csináltak emberek videót, de szerintem lehet, hogy az sem annyira rég volt. A lényeg, hogy amikor láttam az első videókat, akkor így hát az volt az érzésem, hogy full kamu lesz a dolog, úgymond. Már gyönyörűen nézett ki meg minden, de úgy voltam vele, hogy ilyen nagyon felületes lesz, és nagyon nagyon csak erre a látvány dologra fog rávenni, és egyébként azon kívül semmi új nem lesz, és ilyen nagyon kicsi lesz, és nagyon hát ilyen fake-nek gondoltam a dolgot. Mert úgy voltam vele, hogy nem hiszem el, hogy igazából így ki tud nézni egy játék. Anélkül, hogy nagyon az összes többi dolog rovására menne. De a helyzet az, hogy most már kim van a játék, Steamen elérhető, meg lehet venni. Most tegnap este meló után beültem, vettem föl, mert az a baj, hogy valamiért az Nvidia nem akarja fölvenni, és nem tudok még rájönni, hogy miért. Egyébként valami Nvidia problémám van, mert ugyanezt csinálta a Forerunnerrel. Amikor megvettem az új gépet, akkor minden mást, a Forerunnerön kívül minden mást fölvett. És most ugyanezt csinálja ezzel a játékkal, hogy hiába állítom be, azt mondja, hogy föl fogja venni, amint elindítom, egyből leáll a felvétel valamiért, és nem tudok még egyelőre rájönni, hogy miért. Már elkezdtem YouTube-on nyomozni, csak megmondom őszintén, most így hétvégén is dolgozok néha, és így a meló mellett kurva nincs rá időm. A lényeg az, hogy nem tudok normális felvételt csinálni nektek, vagy streamelek, a stream az működik egyébként, azt így OBS-sel meg tudom hackelni, illetve tegnap már kitaláltam, hogy jó, akkor azon a gépen, amin játszok, azon a gépen az OBS-sel veszek fel a gameplayt, csak hál' Istennek sikerült úgy beállítanom, hogy hangot nem vett fel, de tök mindegy, mert úgyis pofázok most. Szóval a lényeg, hogy azért csinálom ezt a videót, mert szerintem ez a játék, ahogy kinéz, ez abszolút valami nagyon-nagyon durván beteg mérföldkő szerintem így a játékok világában. Tehát eddig is voltak nagyon gyönyörű játékok, meg eddig is voltak, amik ilyen nagyon már majdnem realisztikusak voltak, de ez a játék, ez konkrétan úgy néz ki, mintha egy tetves filmben játszanál, vagy mintha egy tetves, tényleg mintha egy bodycam-et néznél. Nagyon-nagyon durva. Úgyhogy egyrészt már csak a látvány miatt is érdemes, amúgy elvileg, ha jól tudom, akkor ezt egy testvérpár csinált, egy 17 éves, meg egy 20 éves srác. Szóval, ha belegondoltok abba, hogy két mondhatom, hogy gyerek, mert most még a 20 éves is szerintem, most így 40 évesen azt mondom, hogy jó, nem gyerek, már felnőtt, de még azért így éppen hogy kinőtt a gyerekkorból. Basszus, ha ezek a fiatal gyerekek ilyet tudnak ketten összerakni, akkor itt a jövő az ilyen nagyon-nagyon brutálisan fog kinézni egyébként. Tehát a jövő játékai, hogyha hozzá kell tennem, azt nem értem, hogyha két gyerek így hozzá tud nyúlni egy játékhoz, akkor a nagy cégek mi a fasz szenvednek, tehát ezt továbbra sem értem, de kicsit mondjuk ki a dolgot. A lényeg az, hogy nagyon alap a játék még. Egyébként early access, tehát nincs is ezzel gond, hogy nagyon alap.
van körülbelül azt hiszem 3 vagy 4 játékmód, meg 3 vagy 4 pálya, talán 4 pálya van, azt hiszem, és 4 játékmód. Nagyon-nagyon kevés dolog van még benne. De ami benne van, az olyan durván van összepakolva, és olyan szinten érződik rajta, hogy tudták, hogy mit akarnak csinálni, és tudták is azt is, hogy hogyan, hogy így le a kalappal. Ráadásul kurvára érződik a szeretet rajta, tehát ezt a játékot szerintem úgy pakolták össze, ahogy kell. Szerintem így kell összerakni egy játékot. Nem tudom megmondani a technikai részét, meg az, hogy ők mit csináltak, meg hogy csináltak, de hogy kurvára érződik, hogy szeretettel és hozzáértéssel csinálták. Vannak ilyen játékok, ezen kívül nyilván rengeteg, azok a játékok, amikre így nagyon rá vagyok kattanva, azok szerintem mind ilyenek, aztán lehet, hogy tévedek. Meg nyilván ez nézőpont kérdése is. De basszus, hát nem tudok mit mondani, egyszerűen gyönyörű. De lépjünk túl a grafikán. A hangok, majd most ugye itt a felvétel alatt nincsen hang, de majd vágok be a streamből szerintem egy-két ilyen meccs részletet. Csak hogy halljátok, hogy milyen a hang, meg hogy milyen akció közben a feeling. Iszonyat, a fegyverek hangja szintén ugyanolyan reálisnak tűnik nekem, hozzá nem értőnek, mert nem szoktam lőni, tehát nem szoktam fegyverekkel járkálni az utcán és lődőzni, meg az erdőkbe, de amiket láttam eddig ilyen élő felvételeket, nekem tökre olyan hangja van. Legalábbis úgy rémlik. Viszonylag ritkán nézek ilyen lövöldözős real footage-eket. De amiket láttam, ilyen bodycam-es, rendőrös, katonás izét, hasonló a dolog. Brutális. Leszakad a fejed, leszakad a lelked, ahogy lőnek. A neszek, ahogy mész az erdőben, ahogy valaki mögé dosont, tegnap mögé mosont egy srác a zenemitimből, és hallottam, megrecsent egy-két ág alatta, ahogy mászott ott a sziklákon, meg a gajakon. Nagyon nehéz szavakba önteni egyébként tényleg. Amit tudni kell, hogy még nagyon kevés dolog van benne, de ami benne van, az eddig nekem elképesztő. Az animációk. Na, egy kicsit erről is beszéljünk. Az animációk az szerintem megint ilyen mérföldkő, tehát ahogy végre egy realisztikus játékban realisztikus animációk vannak. Tehát itt ha lelőnek, akkor vagy az van, hogy egyből meghaz, attól függ, hol találnak el, vagy gyomron lőnek, és elkezdesz remegni, és okádni, és kb. Csak így be nem szarsz, de még lehet, hogy az is, tehát. Olyan hörgések, meg ilyen nyögések vannak a játékban, miután lelőtték. Ugye ezt leginkább akkor látod, amikor mondjuk úgy van, hogyha meghalsz, akkor kapsz egy drónt, amivel be tudsz menni a pályára, és tudsz segíteni a társaidnak. Egyrészt nyilván, ha csapatban játszatok és beszéltek, egyébként működik a voice chat a játékban, érdekes. A Honorban 8 év alatt nem sikerült megcsinálni, itt valamiért nekik sikerült megcsinálni. Én nem tudom, biztos eladták a lelküket az ördögnek. De a lényeg az, hogy tudsz beszélni a többiekkel, és tudod nekik mondani, hogy mi a pálya, hogy hol van az enemy team, hogyha mondjuk keresítik, mert az erdőbe simán el lehet tűnni, tehát hogy ott tényleg nehéz észrevenni az embereket. Tudsz villogni a drónnal, meg ilyesmi. Tehát, hogyha nézed a drónnal a társaidat mondjuk, és ott lelőnek valakit, akkor lehet látni a halál animációkat. Nem az van, hogy így lelőnek és meghalsz, hanem vergődsz sokszor. Kb. Majdnem sír az ember. Nagyjából így olyan hangja van, ilyen sírás és hányás közt, ahogy láttam. Legurulsz a dombon. Van, hogy úgy fejeződik be a bodycam animáció, hogy gurulsz le. Ilyen, volt egy tetőn lelőttek, és láttam, hogy elkezd gurulni a testem lefele, miután lelőttek. Úgyhogy elképesztő, nagyon, nagyon jól meg van csinálva. És ami még szerintem nekem megint ilyen kicsit hihetetlen, hogy ezt így megcsinálták, az az irányítás. Elsőre olyan, hogy így nézel ki a fejedbe, hogy ez mi a fasz. Mi a fasz ez? Hogy lehet ezt irányítani? Egyszerűen az a baj, hogy ugye nekem kevés tapasztalatom van, szóval nem Rainbow Six-eztem, meg nem tudom. Nem tudom, hogy ott milyen, nem tudom, hogy a taktikai shooterekben milyen, mert azért alapjaiban ez ahhoz hasonló, csak a taktikai rész az nagyon le van nyomva, úgymond szerintem a realisztikus rész miatt, hogy legyen realisztikus, inkább arra domborították ki a dolgot, és kevésbé a nagyon
nagyon taktikailag összepakolt cuccokra. Amúgy lehet, hogy változni fog egyébként. Tök durva, mióta megvettem a játékot 3 napja. Ezóta minden egyes nap, amikor bekapcsolom, akkor jön hozzá a patch, vagy valami downloadable cucc. Szóval folyamatosan dolgoznak rajta a srácok. Én nagyon remélem, hogy kurva sokan megveszik most a játékot, és hogy nagyon remélem, hogy ez a két gyerek ez kurvára meg fog ezen gazdagodni. Szerintem abszolút megérdemlik, szerintem így kéne működni a világnak, hogyha csinálsz valamit, ami jó, akkor azzal pénzt keresel. Sajnos egyelőre úgy működik, hogy pénzt keresel, mindegy, mit csinálsz, csak meg kell találni az utat, nem kell jól csinálnod, nem kell jót csinálnod, nem kell semmit csinálnod igazából, aminek köze van ahhoz, hogy valami jó jöjjön ki belőle. Mindegy, ez már más kérdés. Szóval az irányítás úgy oldották meg, hogy kicsit realisztikusabb legyen, és egyébként nem tűnik annyira zseniális dolognak, és mégis az, a gyakorlatban mégis az, hogy amikor elkezded mozgatni az egeret, akkor először csak a fegyver eleje mozdul, és valahogy így van egy ilyen kis delay az egészben. Tehát úgy tényleg olyan érzésed van, hogy így, hogy tényleg irányítod, és hogy tényleg nézel egy bodycam-et, és azt irányítod. Olyan durván eltalálták azt a dolgot. Aztán lehet, hogy ez is ízlések és pofonok, és lehet, hogy más meg azt fogja mondani, hogy baszódjatok meg, mi ez a trágya irányítás. De az igazság az, hogy nekem engem megvettek. Engem megvettek vele kilóra. Hogy mi lesz a játék jövője, azt nem tudom. Most elvileg van valami kis roadmap. Terveznek vele mocskosul dolgozni. Amire én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Jó, tudom, mindenki a PvP részére van rá feszülve, gondolom, hogy fejleszték, de én nagyon kíváncsi ennék van egy zombie horde mód beírva a roadmapbe. Hát ha azt jól megcsinálják, ilyen grafikával egy zombie horde mód, hát nem tudom, nagyon remélem, hogy nem fog elcsesződni ez az egész, mert egyelőre nekem nagyon-nagyon ígéretesnek tűnik. És mondom, egy kicsit olyan, mintha így időt utaznánk, annak ellenére, hogy már nagyon sok gyönyörű játék van. Hát, szerintem érdemes kipróbálni mindenképp. Ja, és az árát belőtték 30 euróra. Egy kezdő, hát csapat, mondom akkor csapatnak. Csinál egy ilyen játékot, összerakják. Jó, biztos használtak hozzá egy csomó ilyen Unreal Engine 5-ös ilyen assetet, meg nem tudom, amit így már, ahogy hallottam, meg lehet venni, meg ilyesmi, tehát hogy biztos, hogy nem, nyilván nem pixelről pixelre ők rakják össze, nem tudom, hogy működik a dolog, de amit hallottam, hogy a kritikák azok leginkább erről szólnak, egy csomó olyan dolog van a játékban, ami ilyen megvásárolt, és így úgy rakták bele. De se szarom, én legalábbis, személy szerint. A jövő szempontjából meg, ha tényleg ilyesmi lesz képes az Unreal Engine 5 játékban, mert én már láttam ilyen demót, meg nem tudom, csak én azokat már így tökre elengedtem, mert nagyon sokszor azt látom, hogy megcsinálok egy demót tökről, és utána kijön a játék, és az meg így annyira... Tehát, hogy én játékban még ennyire realisztikus cuccot nem láttam. Vannak nagyon szép játékok, szerintem a Death Stranding az egyik legszebb így kinézetre, meg minden, de realisztikusságban sehol nincs ez. És nem azt mondom, félre ne értsetek, nem azt mondom, hogy minden játéknak realisztikusnak kell lenni, mert nem, mert ez egy művészeti ág, és itt mindennek helye van. Itt a rajzfilm grafikától kezdve, az elvont, nyilván nekem egy fantasy játék ne legyen teljesen realisztikus kinézetre, az legyen, igen, legyen egy kicsit ilyen mesés, látványvilág, stb. Tehát, hogy ennek abszolút megvan a helye, csak azt mondom, hogy ami viszont realisztikus, azt én még nem láttam ennyire realisztikusnak. Brutális. És a játékélmény is olyan, annyira intenzív, és annyira para az egész, hogy te jó ég. Na mindegy, most én arra gondoltam, hogy itt a háttérben ugye a Duma miatt amúgy is sem volt baj, hogy nem volt hangja a játéknak, de beraktam egy pár ilyen footage-et tegnap estéről, hogy néz ki az erdő, szerintem az egy a legszebb eddig, meg van egy fúrótorony, az is valami kibaszott gyönyörű, ott még nem nagyon játszottam. Hú, hát, brutál. Szóval úgy voltam vele, hogy azért erről csinálok egy videót, mert szerintem ez így elég fontos pillanatnak tűnik nekem. Aztán lehet, hogy nem lesz belőle semmi, de én azt mondom, hogy ez hatással lesz szerintem az egész játékfejlesztői cuccra, ahogy ez most kinéz. Szóval szerintem ez egy elég fontos pillanat, és tökre örülök, hogy így viszonylag az elejétől kezdve tudtam csatlakozni hozzá, mert szerintem ez egy kurva jó játék lesz. Nem tudom, év végére, vagy
adni kell neki egy kis időt, tehát biztos, hogy kell még idő hozzá, mondom, early access, ők is tudják, hogy kezdetleges, de így most már, hogy a fejlesztésre is lesz bőven pénzük, mert szerint, ahogy láttam, azért biztos, hogy elég sokan megvették, csomóan streamelik, meg most azért elég nagy hangja van a játéknak, tehát elég nagyot szólt. Amúgy a játékon belül is elég nagyot szól, meg a játékon kívül is, hála a jó égnek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy tudnak vele dolgozni, és ez egy kibaszott jó cucc lesz. Érdemes kipróbálni, már valakit megleptem vele, úgyhogy lehet, hogy majd tudunk menni teambe később, hogyha lesz ideje, meg kedve, meg neki is tetszik, mert az igazság az, hogy azért az is benne van a pakliban, mivel ez nagyon nem standard, szerintem. Tehát ez, az irányítás az valami elképesztően egyedi, meg az egész, ahogy kinéz, meg minden, szerintem nagyon egyedi. Nem tudom, hogy ez szerintem nagyon megosztó is lehet. Tehát, hogy azért lehet, hogy nagyon sokan itt ezt úgy fogják érezni, hogy kurva szar. Nagyon sokan meg úgy, hogy kurva jó, ez simán benne van a pakliba. Én azokhoz tartozom, akik szerint kurva jó, mert mondom, engem teljesen lenyűgözött. Nagyon-nagyon durva élmény. És ezt csapatba tolni, úgyhogy közben kommunikáltok, beszéltek haverokkal, közben röhögtök. Szerintem iszonyat fun. Iszonyat fun lehet ez a játék. Igazából csak ennyit akartam. Mondom, tényleg csak összedobtam ezt az egészet, hullafáradt vagyok, és mindjárt fekszem vissza, mert megyek majd dolgozni, és még előtte akarok pihenni egy kicsit, de ezt muszáj volt valamilyen szinten kiadnom magamból, mert teljesen megrugott a játék, és abszolút lórugás volt, szóval ilyen ugrópörgő lórugás. Úgyhogy köszi a figyelmet, srácok, írjátok le a véleményeteket, hogy szerintetek mi a pálya. Az is, aki játszott a játékkal, az is, aki csak ránéz és elmondja a véleményét, én kíváncsi vagyok mindenre egyébként, mindent úgy is kezelek a helyén, márhogy vélemény szinten. Nyilván, aki játszott a játékkal, azt olyan szempontból máshogy kezelem, hogy tudja, hogy a játékkal kapcsolatban miről beszél, de attól függetlenül, hogy nem játszol a játékkal, még látod, hogy mi a pálya, meg így, akkor, hogy elmondtam nagyjából, hogy mire lehet számítani. Hát ha látszik is a gameplay-en valamennyire, hogy nagyon egyedi ez a mozgás. Sorry, hogyha volt FPS drop, csak ugye a gamer géppel vettem föl, miközben játszottam. Ja, és egyébként úgy tűnik, hogy kurva jól van optimalizálva, mert annak ellenére, hogy kibaszott gyönyörű, tök simán vitte a gép, úgyhogy közben felvételt is csináltam az OBS-sel, de azért ott már volt FPS drop, szóval azért néha éreztem, hogy így a gép így kicsit így megbotlik egy-egy sziklán, ahol mentem. Úgyhogy, ja. Na jó van, srácok, köszi a figyelmet, írjátok le, hogy mit gondoltok, aztán majd beszélünk. Majd valószínűleg jönni fog ilyen kis montázs is, ilyen kis bodycam-es, hogyha lesz valami jó akció, akkor majd lehet, hogy kidobom. Köszi a figyelmet, pihenjetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, kellemes hetet. Hello, hello. Hú, de most de gyorsan megbaszódtam. Megpróbálom itt fölmenni. Őrültséget csinálok. De Drem, azt tanította Drem. Drem-mester azt tanította, hogy high ground. Megvagy faszkolat. Egy megvan. Kettő. Juhú! Hát nem first kill, de... Tető az OP, tényleg. Nem, ettől agyfaszt fogunk kapni ketten. Hát...
Igen, de nem úgy. Man down, man down! Man down, man down! Lehet, hogy ez nem fog sikerülni. Én itt most egy kicsit bekempelek sajnos. Man down, man down! Tudtam, hogy itt fog följönni. Hú, lehet, hogy semmire lőttem amúgy. De inkább. Töltenem kell. Jaj, ez a társam volt! Sorry, sorry, man! GG, megvan! Lelőttük az utolsót, fejbe küldtük. Ne haragudj, társam! Bocs, hogy lelőttelek, haver! Ó, szegénykém! Viszont nyertük! Ez az! Juhú! Kurva jó! Annyira adrenalin dús, bazd meg, hogy hú! Ez a játék, ez valami borzalom jó.